Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése, mit fog tenni irányodba, és hogy reagálj erre, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál, természetesen gyertya mágiával. Ez az energia már most is érezhető. A videó végén átküldöm a gyertya mágia energiáját. Ezúttal az ezüst színnel dolgozunk. Természetesen ez jelenthet nyereményt is. De amit az ezüst még szimbolizál, az a hold energiája. Ezek lehetnek anyai témák, mint például az ő kapcsolata az anyukájával, vagy gyermekkori emlékek. De amit a hold, illetve ez a gyertya mágia még jelent, ezek az érzelmek, az álmok, a vágyak, az elképzelések. A hold energiájánál tényleg gyakran álmokról van szó, vagy te álmodsz róla, vagy ő álmodik róla. Megvan itt a telepátia kettőtök között. De megnézzük most azt, hogy mi lesz az ő következő lépése. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal, a koporsó. Ennek a koporsónak több jelentése is van. Ez lehet egy örökösödési ügy, amit neki most rendeznie kell. De ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, mégpedig, amikor ő lezár valamit. Egy bizonyos kapcsolatot például, vagy lezárja a múltat, ezeket a fájdalmas emlékeket. Amit a koporsó még jelenthet, hogy ő most visszahúzódó, nincs mozgás, nem jelentkezik. Vagy utalhat régi témákra, régi kapcsolatokra is. A következő kártyánál azt fogjuk látni, hogy ki milyen befolyással áll vele kapcsolatban, ki befolyásolja őt és hogyan. Itt a felhő látható. Ha van itt egy kapcsolat az ő környezetében, akkor a felhő arra utal, itt valami még átláthatatlan. Vagy valaki megpróbálja őt elbizonytalanítani, amikor úgy gondolja, hogyan tovább, milyen irányba, nem tudom, nem látom át a dolgokat. Ez a befolyás nem túl jó. Az is lehet, hogy most ő azon dolgozik, hogy ezt a kapcsolatot ő lezárja. És milyen lépést fog tenni irányodba? Itt láthatóak az egerek. Ennek is több jelentése van. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az lehet, hogy ő fél attól, hogy már nem vagy ott, hogy eltávolodsz tőle, fél attól, hogy elveszít téged. Amit az egerek még el tudnak távolítani, ez a felhő, ami átláthatatlan, vagy egy bizonyos kapcsolat, és el tudják távolítani a koporsót, amikor ő olyan visszahúzódó. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy lépéseket tesz irányodba. És hogyan, hogy viszonyulj hozzá, hogyan éled te ezt át, ezt mutatják itt a következő kártyák. Itt a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy szerencsés fordulat. Jelenti a bizalmat is, hiszen minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És itt van hozzá a remény, hiszen ez a hajó jelenti a reményeket. de jelenthet egy lelki utat és egy lelki kapcsolatot kettőtök között. Akkor legyen meg a hited, a bizalmat, hogy ő magától visszatér hozzád. Hiszen megvan ez a lelki kapcsolat kettőtök között. Azon kívül ez a kártya jelenthet utazásokat, mint például egy utazásnak a tervezését, de lehet egy közös életút, vagy egy lelki kapcsolat, egy belső út is. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Itt álmokról van szó, azt is jelentheti, hogy te azt szeretnéd, hogy ő gondoljon rád, hogy ő álmodozzon rólad, azon kívül, hogy rendezzétek az anyai témákat. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemedet, képzeld el, hogy mit, hogyan szeretnél elérni. És legyen meg ez a belső hit, hiszen ez a hit erősít téged, és segít abban, hogy ez az álom, ez a vágy megvalósuljon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.